Tamási Zsolt vagyok, a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia igazgatója, és szeretném röviden bemutatni a mi intézményünket. Ez az épület 8 évvel ezelőtt épült, azzal a céllal, hogy az ország legtehetségesebb futballpalántáinak megfelelő körülményt biztosítson a képzésükhöz, és hozzuk tökéletes összhangba a tanulást a futballal, az étkezéssel és a pihenéssel. 47 fiatal labdarúgóval dolgozunk itt. Maga az épület egy 22 kétágyas szobából álló épület, ezen kívül 4 apartman tartozik hozzá, a gyerekeket ezekbe helyezzük el. A szobák légkondicionáltak, fűtéssel ellátottak, ahogy említettem, 2, illetve 3 ágyas szobák. Minden szobához tartozik egy fürdőszoba, ezek a gyerekek pihenését szolgálják. Teljes kényelmet tudunk biztosítani a gyerekeknek ahhoz, hogy az edzések, illetve a tanulás után ki tudják magukat pihenni. Ahogy belépünk az épületbe, a fogadószintre fogunk érkezni. Talán egyből mutatja is, hogy milyen stílust, milyen szellemiséget próbálunk közvetíteni a gyerekeknek. 4 dolgozunk edzők az akadémián, az edzések programját azt jól magam állítom össze, természetesen mindig egyeztetve a kollégáimmal. Az FC Liverpool egy 3 éves együttműködést kötöttünk 1 évvel ezelőtt, amelynek értelmében a klubtól kapunk mindenféle segítséget, illetve a mi tehetséges játékosunknak megnyílik a lehetőség arra, hogy az FC Liverpool tartalék vagy felnőtt csapatához kerüljenek. Örömmel mondhatom, hogy az 1 év alatt 4 akadémistán kapott szerződést a Liverpoolnál, ebből 3 már most profi szerződést, 1 játékosunk pedig 1 éves szerződést kapott, ami után majd eldöntik, hogy őt is szerződtetik-e. To be a hummingbird. A gyerekek napi 4-szer kapnak ételt az Agárdi Akadémián. A reggeli a svédasztalos rendszerben történik, 16 féle ételből választhatnak. Az ebéd az 3 fogásos, minden esetben van egy uzsonna és 2 fogásos meleg vacsora. Nagyon odafigyelünk arra, hogy a gyerekek a nap 24 órájában tudjanak gyümölcsöt enni. Egész évben friss gyümölcsöket hozunk a gyerekeknek. Valamint a folyadékpótlásra kell odafigyelnünk, ásványvíz, szőlőcukorral ízesített limonád, illetve téli időszakban teát tudnak inni a gyerekek. Ez a helyiség az auditorium a gyerekek szabadidős tevékenységének a helyszíne. Ahogy lehet látni, pingpongozni, biliárdozni, csocsózni tudnak itt a gyerekek. A falon pedig ugye a névadónknak a nagyméretű képét, azok a gyerekek, akik tőlünk kerültek ki és már játszottak a felnőtt NB1-be, vagy akár külföldre kerültek, vagy válogatottak lettek, azoknak a játékosoknak a képeit raktuk ki, illetve a bajnok csapatoknak a tablóit. A nagyképernyős tévé mögött van a taktikai táblánk, itt szoktuk a megbeszéléseket tartani, minden mérkőzésünket felvesszük videóra, kielemezzük a gyerekekkel, és ezeket a videós elemzéseket, illetve a mérkőzés értékeléseket ebben a helyiségben tartjuk. Szakmai tímhez tartozik egy főállású masszőr, és ez az a helyiség, ahol ugye az ő tevékenysége folyik. Sauna, jacuzzi áll a gyerekek rendelkezésére, amikor a gyerekeknek a szabadidejében van, akkor szoktak jönni. Mindenféle gyógynövénykrém, gyógyszer a rendelkezésünkre áll egyébként, és ilyenkor ebéd után beosztják a gyerekek, hogy ki mikor jön gyuratni. A tantermi épületben vagyunk, ahol tulajdonképpen egy normál gimnáziumi oktatás folyik. 9-től 12. évfolyamig mindegyik évfolyamra vannak osztályaink. A helyi Csernai István gimnázium tanára járnak hozzánk oktatni. 2 nyelvet tanulnak a gyerekek, angolt és németet. Az oktatást az teljes mértékben összhangba tudtuk hozni a futballképzéssel, hiszen az iskolai órarendet a mi igényünk szerint állították össze. Ez annyit jelent, hogy tudunk edzeni délelőtt is, kedden, szerdán, csütörtökön. Van a gyerekeknek minden nap egy fél órás ebédszünetük, utána még tanórák vannak, és természetesen délután még megvannak az edzések. A szakmai programunkat kiegészítő, hogy minden télen elviszik a gyerekeket egy egyhetes külföldi túrára. Ennek keretében az akadémiai csapatok voltak már többek között Jugoszláviában, még a régi Jugoszláviában, Németországban, Hollandiában, és voltunk már 2 Angliában, 3 évvel ezelőtt Londonban, most pedig
a Liverpooli kapcsolatot kihasználva az FC Liverpool vendégei voltunk, és ott tudtunk játszani 3 mérkőzést, és a helyiektől ott kaptuk ajándékba ezt a 2 táblát, amit úgy gondoltuk, hogy a túr emlékére, a kapcsolatnak a tiszteletére kirakjuk ide a erősítőterem szertár épület falára. Minden évben 12-15 millió forint közötti összeget költünk a gyerekek felszerelésére, edzés felszerelésére. Ez azt jelenti, hogy edzésmelegítőket, pólókat, rövidnadrágokat, gálamelegítőket, pólókat, rövidnadrágot, 3 pár cipőt, téli kabátot és táskát kapnak a klubtól, ami aztán az övéké is lesz természetesen. A csapatainknak a mérkőzés szerelése ugyanaz, mint a felnőtt csapatnak a meze, tehát ez a keresztcsikós, a Sándor Károly Akadémia felirattal, ugyanabban a szerelésben játszunk, tehát mind a felnőtt csapat. Ahhoz, hogy tényleg ide tehetségek kerüljenek, egy elég komoly háttérmunkát folytatunk, ami a tehetség kutatást és a kiválasztást jelenti. Ez esetenként egy több éves folyamat is, erre megvan a kiépített rendszerünk. A futballképzést tökéletes összhangba hoztuk a gyerekeknek a tanulásával, a pihenésével, az étkezésével. Tehát mindent alárendeltünk itt a futballnak. Tökéletes körülményeket biztosítunk ahhoz, hogy a magyar gyerekek a tehetséget ki tudják bontakoztatni. Ehhez nem csak a tárgyi feltételeket kell érteni, hanem azt a széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszert, amivel segítjük a gyerekek tovább lépését. Aki ide bekerül, annak az lehet a célja, hogy NB1, először még a junior csapat, utána